36 kerület. Testhőmérsékletet mérnek mindenkinél, aki a szekszárdi polgármesteri hivatalba lép. Az intézkedést már hetekkel ezelőtt bevezették, ugyanúgy, mint ahogy a kézfertőtlenítő használata is kötelező. Most a különleges jogrend újbóli kihirdetése miatt viszont további intézkedéseket rendelt el a város polgármestere. Ács Rezsi a törvény által előírtaknak megfelelően újból közgyűlési hatáskörben fog eljárni a következő két hétben, ugyanúgy, mint a járvány első hullámának idején. Ezt szokásos hétértékelő sajtótájékoztatóján jelentette be. A polgármester már utasította az önkormányzati cégek vezetőit, hogy dolgozzanak ki intézkedési tervet a vírus terjedésének lassítása érdekében. Emellett arról is döntött, hogy automatikusan meghosszabbítják a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró szociális és lakhatási támogatásról szóló szerződéseket. Így az érintett szekszárdiaknak nem kell a hivatalba menniük. Ezzel a cél a személyes érintkezések számának csökkentése. A polgármester a járványügyi intézkedések mellett a következő hetekben kiemelt figyelmet fordít majd arra is, hogy az elmúlt hónapokban megakadt fejlesztéseket felgyorsítsa. Én, mint a vészhelyzetben a közülési jogok gyakorlója, arra szeretném az időszakot felhasználni, hogy az alvó beruházások, fejlesztések felgyorsuljanak, meginduljanak, és a városégre visszatérjen a fejlődés és növekedés útjára. Ács Rezső azt mondja, minden jel arra utal, hogy további szigorításokra is szükség lesz. Ezeknek a kidolgozása már elkezdődött. Ebben a munkában jut kulcsszerep Gábor Ferencnek, a város október elején hivatalba lépett jegyzőjének. Sokat segít abban, hogy a hivatal működése az zökkenőmentes legyen. Ezek az intézkedések mielőbb megszülessenek, pályázatok mielőbb elinduljanak, és a szükséges rendeletek, jogszabályok, közösségi döntések is mielőbb megszülessenek. Gábor Ferenc azt mondja, már felállították azokat a munkacsoportokat, amik a járvány első hulláma idején is működtek. Az első egyeztetést hétfőn tartják, és ha szükséges lesz, újból megszervezik például az ételkihordást az időseknek. Emellett Szekszárd jegyzője azt kéri a helyiektől, hogy lehetőleg az önkormányzattal kapcsolatos hivatali ügyeiket online intézzék. Ezúton is arra kérjük a lakosságot és az ügyfeleket lehetőség szerint a hivatalt csak rendkívül olyan esetben keressék fel, amikor indokolt, és nyilvánvalóan az ügyeiket próbálják online intézni. Erre lehetőségük van, erre a technikai lehetőséget biztosít. Úgyhogy ezeket a legfontosabb intézkedéseket hoztuk meg egyelőre a hivatal tekintetében. Kézfertőtlenítés könyökkel és hőmérsékletmérés a fali lázmérővel. Ezek a felvételek a Baka István általános iskolában készültek. Itt már a héten bevezették azokat a rendkívüli intézkedéseket, amikkel a cél a járvány lassítása. Ide már a diákokon és a tanárokon kívül más nem léphet be. Folyamatosan fertőtlenítik az asztalokat az iskola ebédlőjében, és a gyerekek is osztályonként használnak egy-egy asztalt. Itt különösen fontos volt már a héten rendkívüli intézkedéseket bevezetni, mert november 2. hetében megkezdődik az intézmény felújítása. A vállalkozóval azt beszéltük meg egy egyeztetés során, hogy a munkások, amikor belépnek az iskolába, elkülönítve egy külön bejáraton fogják megközelíteni az iskolát, tehát egyáltalán hermetikusan el lesznek zárva a gyerekek a vállalkozó embereitől. A Baka iskolában már működő intézkedéseket hamarosan az összes többi szekszárdi iskolában bevezetik.